Na, jó napot, jó estét, szervusztok, sziasztok, itt vagyunk, néha játszunk. Hát itt végeztünk a múzeológussal legutóbb, itt a hóviharban kaptunk egy pengét cserébe. Mit mondjunk róla? Olyan, amilyen annyira nem tetszett nekünk. Na hát annyi minden történt tegnap, itt ide lent, itt két ósárkánnyal is kegyetlen harcokat vívtunk, de végül azért sikerre jártunk, azt azért el kell mondani, vagy meg kell hagyni. És közben elcseszkeltünk szellemállatkákat levadászni, nagyon sok jó tanácsot kaptunk tőletek legutóbb, úgyhogy hát elgondolkodtunk a néhány dolgon, vettünk például tűzlabdát, ami nagyon jó kis varázslat, mondjuk cserébe kellemesebb fogyasztja is a mannát, az égi mannát. Hát, ja, és akkor gondolkodunk, hogy mit csináljunk. És ugye azon erőd föl, hogy menjünk-e a fölküldetésre. És én úgy vagyok vele, hogy közben így törpölgetve, hogy folytassuk, szerezzük meg ezt a szélhívó Jürgen kürtjét, tehát menjünk el, haladjunk egy kicsit a főszálon. Hopp! Oké. Okay. Azt meg lenyomtuk. Jó, hát most ezek itt így nagyon nekünk támadtak, tanultunk valami újat. Azért meg nézegetném a hulláikat. Van-e náluk valami izgalmas? Szóval ahogy elnézem, itt talán itt most van egy helyszín, ahol nekünk le kell majd menni. Már egy. Nem látom, hol vagy. A magas fűben nem látszódna. Na mindegy. Itt van még egy. Kőkemény két aranyért kerestünk ennyire őket. És azt szeretnénk, igen, innen kell valahogy megszereznünk azt. Most az az érdekes, hogy itt van valami házikó, amit mi miért nem találtunk meg korábban. Ez nagyon érdekes, és meg is nézzük. Mert hogy meg kellene volna, hogy legyen. Itt már annyi mindent felfedeztünk. És miért nem mutatja ezt nekünk? Már megtaláltnak, de legyen. Na most idejöttünk. Elhagyott kunyhó. Szükségünk van a kulcsra, nem lehet... Hol lehet egy kulcs? Az is lehet, hogy ez valami küldetés kapcsolódik, és valahol valamerre. De persze az is lehet, hogy csak valahova ide elrejtették. Nem mondod, hogy egy sárkány van errefelé. De nem látom, ott van. Nem fognak minket békén hagyni mostanában azok a sárkányok? Jó, irányba álltunk, illetve ez elment. Nem szándékozott velünk tölteni több időt. Kicsit
kezdett megszaporodni, vagy nem tudom. Szerint jó helyen, nem? Ide kell bemennünk, úgy. Úgy látom, hogy vannak itt. Pedig szerintem már jártam ideben. De nem baj, újra felfedezzük a barlangot akkor. Bizonyára egy zsebtolvaj volt. Zsebtolvaj hullája. Néhány bandita mozgatkodik. Azok ott tele. Hát most úgy csináltam. Érdekes volt, ha eltűnt a hulla. Hova tűnt? Anyukám, hova tűntél? És hol üvöltözget? Na, jönk a gyógyitalból. Úgy hallom, hogy valahol nagyon egymásra küzdögezgetnek. Valami csata nagyon zajlik arrafelé. Menjünk és óvatosan menjünk akkor. Kellene. Hoppá, meg is oldódott a helyzet. Csak úgy fennakadtuk valamiben. Ez ment a hátrálás. Ja, szerintem sáskiban. Már Rikti beállt mögénk. Yes, my Thane. Do you need something?
kiáltásokat akartam. Jó, fagy lehellet. És a tűz lehellet. Maradjunk tüzes verzióknál. Bár tegnap azt mondtátok, hogy a tűz mágia nem olyan hatékony. De hát majd... Majd meglátjuk meg, illetve én hiszek, nektek már tapasztaltatbak vagytok. De hát ugye szívünkhöz nőtt ez a kis... Parázsvilág, ez üres. Automatikus rányomó, nem kellene annyira sietni, meg kéne nézni, hogy üresnek mutatja a rendszer. Van egy ládító. Az viszont biztos nem üres. Hát csak izgalmas dolog nem volt benne, de azért. És sokszor mondjuk, hogy aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli, hát... Becsüljük meg ezt a kis picikét. Direkt így van elhelyezve, hogy ne férjünk hozzá kényelmesen. Ez üres, üres, ment az útvonalhoz. Kecska, kecskeringo, kacskaringo. Olvasmány volt, gyorsan túljutottunk rajta. Jó, azt hiszem, hogy ezeket a kis urvás szobákat megnézegettük végig. Tovább. Erre csörög a dió, arra meg a magyaró. Elkapcsolták a lámpát. Fegyvertem, azt vissza lerakjuk. Köszönöm, akarok pusztulni a súlyába. És így találtunk egy kampót kinyitva. Azt nézzük. Hova jutunk le? Hova megy ez a folyosó?
ládához. Írhat csukorlóvédő sem szükségedetik. Na, hát akkor megyünk vissza, és akkor mégiscsak abba a terembe kell elmennünk. Ez csak egy kis figyelemelterelés volt. Úgy látom, ez egy kis enyhe figyelemelterelés volt. Valaki sírt nyitott. Minden már kilépett a hulli. Minden már nem... Oh! Területre ható varázslat. Célszerű területre használni. Na, itt volt valami? Igen, van valami, de... Nincs nála semmi, már mint hogy nem tudjuk belőle semmihez sem hozzájutni. Átlatyogunk a hídon. Meglátjuk, mit találunk a túloldalt. Egy kaput, egy erszénnyel. Egy mély bevezető kaput. Aj, ez vagány. Mondom, továbbra is úgy gondolom, hogy azért, még ha meglévő elemekből is építkeznek sokszor, azért így, mert mivel egy rengeteg helyet jártunk már, bejártunk már, látszik, hogy azért vannak bőven újra hasznosított elemek. De hogy azért ezeket úgy pofásra rakják össze, na. És akkor így kilépsz és hallatszódik az a hang, az a zene hozzá. Ez egyértelmű, hogy ez így van kitalálva. Hogy ez így legyen. Hatás kedvéért. Honnan jöttünk volna rá, igen. Kösz, 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 kösz. És vettem az adást, hogy nem lehet oda olyan egyszerűen lemenni. Körülvezett minket a félvilágon. Ezek fájhatott, amikor felépett oda. Magyaráz! Próbált beszélni, szegény Kim. Próbált valami. Valami
valami értelmeset mondani, de nem nagyon tudott. Ott fönn mászkál valaki. Szóval kéne mondani oda, hogy raktak be cuccost. Nem bírta kinyitni a tetejét. Beütközött a polcnak a fölötte levő polcba. De megindult a apukám. Fölfutott. Aha. És Gizi közben is intézte. Gizi nem cicózi. Úgy látom, Gizike beindult. Ne hagyjuk ezt a bulirás szint. Ez egy beomlott felső volt. És akkor innen jutunk tovább. Aha, tiszta olajpadló. Jó lesz vigyázni. Na persze, hogy a hátsót nyitottad ki. Hát persze. Mi más nyitottál volna? Már vártalak. Éve csapnak, jobb. És megnézem, közben Gizi kivel végzett. Itt tele van nyughatatlannal. Hatatlanabb, mint a másik. Várjál csak, mert ez itt úgy működött. Akkor amit találtunk, hogy... Hoppá, itt van egy másik kar. Akkor ez nyitja ezt az oldalt. Úgy, kérem szépen, úgy. Hiszem, hogy itt bármit szét tudnánk szedni. Viszont fölvettem valamit, amit nem kellett volna. Hát ez csak a súlyat. Súlyt ad. Mehetünk tovább. Aha, most értünk ide, úgy, ugye még egyszer kapunk egy kis hanghatást. Csak úgy érezzük, hogy monumentális dolgokkal van dolgunk, és látványos dolgokkal.
is lehet itt menni. Értem, valaki hátulról. Vagy csak azt mondja meg nekem valaki, hogy... Akkor ismét, hogy kizink merre van. Közben megjött. Szerintem így vagányul a nyakába ugrottunk. Fölkelt a székből, mert meg... Szerintem, hogy messze neked. És... Oda mögé lehetett valahogy... jutni, csak nem láttuk, hogy hogyan. Arra le is lehet menni, oké. Át lehet menni. Na de hova? Eredetileg ott jöttünk be ide. És abba az irányba hajkurálsz minket oda lentre. Ez nagyon jó, csak talán még némi környékbeli részeket azért úgy megnéznénk. Szent felfedezni akarjuk a dolgokat, nem pedig végigropogni a játékon. Oké. Csak egy szimpla csont lesz. Csontik nem olyan veszélyesek, azt azért meg kell hagyni. És itt van egy háromajtós kijárat. Mi ez a hang? Oh-oh. A közelébe megye. Akkor megszólal. Ez nyitja őket. Yes, my thane. Do you need something? Figyelj, tény meg nekem valami. No, not possible. Akkor menjél oda. Aha, de erre nem hat. Gyors se.
Ugye, mert ha ezt választom, akkor sem fogok tudni. Szerintem... Ó, de végül is van benne valami. Ez csak ideiglenes. Oké. Okay. Ez nagyon cseres. Nagyon cseres lesz. Most az a nagy kérdés, oké. Okay. Jó, figyelj, legyen az, hogy én kinyitok még egy lehet. És itt most azt kell alkalmaznunk, amit tanultunk. Nagyon cselesen. Viszont akkor ez azt jelenti, hogy erre kell tovább mennünk. Úgyhogy megnézem, mi van lefelé. Van mögötte valami. Nőtt az egykezes fegyver használatom. Az már nagyon-nagyon odafönt van, kérem szépen. És egyben szintet is léptünk, őt meg éppen kimosta az eső. Víz. Csak azt kérdezem, hogy
Az én kizim. Hol a jó istenben van? Hogy a pók az jön. Na de hol van a kis kizikénk? Most követett ideig? Menjünk vissza. Talán elakadt ott a rácsok mellett. Nem volt itt olyan ellenfél, aki belehalhatott volna. Ja! Ahogy elkezdtem mondani, hogy állj meg ott, igen. És ez komolyan vette. És a nagy fejével komolyan vette. Get ready. Biztató szöveget nyom mindig. Mindig örülünk neki, amikor így lenyomja ezt a lelkesítő szöveget. Oldalt mennék. Néhány pók. Elhasználtuk a kicsikre, jól van. Torba nyomtuk, nagy herezacskókkal a szájában. Honnan föntről ugortál? Nem képes volt a ide leugorni. Nem mindegy, le azért ugrott le, hogy meghajjon. Mindjárt ott vagyunk. Gondolom a láncot kell meghúzni. Aha. Igen, ilyet nem minden nap lát az ember, az biztos. Kérdés csak az, hogy akarom-e látni ezeket a csőrös szájú szobrokat kiemelkedni a vízből. Sikertelen. De miért sikertelen? Hát itt vagyok, olvasd el a feljegyzést. Köszi. Akkor valaki megelőzött minket, gondolom úgy sikertelen.
eleve az ott betervezve, hogy ne is tudjam el megszerezni. Na, menjünk vissza Gizihez, mert nem bírjuk cipelni ezt a rengeteg cuccos, tudom, nálunk van. Yes, my Thane. Do you need some? Of course, Thane. How can I be of service? Úgyhogy át kell adnunk neki néhány dolgot. Olyan fejnyősi. Oké. Akkor ott el kell mennünk. A helyi bárba is kell bérelnünk az adott szobát. Mert valaki előttünk itt járt. Csak hogy ne legyen olyan könnyű az élet. Tartak itt széjjel. Na induljunk! Ezen a járaton szerintem kifelé fogunk már menni. Begyűjtöttünk mindenfélét a ládiból. Ilyen cserépszobába, ahol ugye már jártunk, itt a ládákat kis bogaráztuk, kinyitottuk, akkor innentől megyünk ki, kifelé. Hát ki menne ki, ha nem mi. Jó, ez nem volt egy olyan vészes barlangrendszer egyébként. Egyelőre azt érzem, hogy itt nem akartak minket szivatni. Már ha nem veszük szivatást, akkor az, hogy eltűnt az, amiért jöttünk. Szép fényes napra jöttünk ki.
akkor megyünk folyam fenyvesbe. Itt ez a kezdeti falu. Már a felé mindent. Azért csinálunk most így gyors utazásokat, mert erre felé viszont mindent megoldottunk. Ez a kocsma. Bemehetünk ide is. Yes, my thane. Do you need something? Yeah, come in. Ez volt az, ahol... Aha, az élemet pont leereszkedett az éjszaka. A kocsma csak ott van. We got rooms and food. Here, take a look at this. Some of the Jarl's men came by and left this bounty letter. Until next time. Need a room? Talk to Delphine. I'm just a cook, lad. Mm-hmm. Give me a mug of ale. Coming right up. Hol van az a levél? Ez az. You're that visitor been poking around. I'm the innkeeper. It's my business to keep track of strangers. Attic room, eh? Well, we don't have an attic room. But you can have the one on the left. Make yourself at home. Jó. Akkor menjünk a palazat. The war keeps most folks away. Vagy ezt a baloldali? Akkor melyik lehet az, ami... Na, feküdjünk le. Haladjunk egy 3 órát. You're that visitor been poking around. Benézegetek, hogy nem itthon valahol valami. So you're the Dragonborn I've been hearing so much about. Aha. I think you're looking for. Akkor nagy nehezen idejött a csaj. We need to talk. Follow me. Kövessük a másik szobában. Igazán beszéltük volna a sátunkba is, nem? De most őszintén... Hmm.
Close the door. Bocsigizi. Now we can talk. Ha! Ha! Ez itt hogy kinyílt? Ez nem is egy szekrény. Hát hol vagyunk? És te ki vagy? The Greybeards seem to think you're the Dragonborn. I hope they're right. Surprise? I guess I'm getting pretty good at my harmless innkeeper act. Yeah, huh? You can't be too careful. Thalmor spies are everywhere. I didn't go to all this trouble on a whim. I needed to make sure it wasn't a Thalmor trap. I am not your enemy. I already gave you the horn. I'm actually trying to help you. I just jó, need you to hear me out. Tehát nálam van már a kürt. Okay. Like I said in my note, I've heard that you might be Dragonborn. I'm part of a group that's been looking for you. Well, someone like you, for a very long time. If you really are Dragonborn, that is. Before I tell you any more, I need to make sure I can trust you. Miért is menne ez olyan egyszerűen, igaz? I knew the Greybeards would send you there if they thought you were Dragonborn. They're nothing if not predictable. When you showed up here, I knew you were the one the Greybeards sent, and not some Thalmor plant. You remember what most don't, that the Dragonborn is the ultimate dragon slayer. You're the only one that can kill a dragon permanently by devouring its soul. Can you do it? Can you devour a dragon's soul? Igen, el tudom nyerni. Good, and you'll have a chance to prove it to me soon enough. We remember what most don't. That the Dragonborn is the ultimate dragon slayer. You're the only one that can kill a dragon permanently by devouring its soul. Yes, we're very old enemies. And if my suspicions are correct, they might have something to do with the dragons returning. But that isn't important right now. What is important is that you might be Dragonborn. If you don't trust me, you were a fool to walk in here in the first place. Ez mondjuk egy logikus válasz volt, ezt azért el kell ismernünk. Igen, csak logikus válasz. Dragons aren't just coming back. They're coming back to life. They weren't gone somewhere for all these years. They were dead, killed off centuries ago by my predecessors. Now something's happening to bring them back to life, and I need you to help me stop it. I know they are. I visited their ancient burial mounds and found them empty. And I figured out where the next one will come back to life. We're going to go there, and you're going to kill that dragon. If we succeed, I'll tell you anything you want to know. Na, remélem, hogy jó sárkány lesz. You should know. You got the map for me from Bleak Falls Barrow. The Dragonstone was a map of ancient dragon burial sites. I've looked at which ones are now empty. The pattern is pretty clear. It seems to be spreading from the southeast, down in the Geralds near Riften. The one at Kynesgrove is next, if the pattern holds. A few years ago, I said almost the same thing to a colleague of mine. Well, it turned out he was right and I was wrong. Kynesgrove. There's an ancient dragon burial near there. If we can get there before it happens, maybe we'll learn how to stop it. Jó. I need to get into my traveling gear. Give me a minute and I'll be ready. Hoppa.
That's better. Elég gyors átöltözött. Ne, én is. Nincs. A dobásnak számít? Nem. Hát, ha nem számítanak, akkor én elhoztam. Szépen elbúcsúzott mindenkitől. Mi meg megyünk utána. Kynes Grove is this way. We can travel together or split up and meet there. Your choice. Oké, akkor te menj előre, jó? Nekem még itt dolgom van. Ha már itt van. It means so much to us to have Thank you draw back where Take a look. Akkor megnézném, hogy mit árul. Jó, csupa gagyit. Megvan ezt a súly részét nézem. Van neki 9 önje. Akkor kivegyünk. Tehát ő egészen odáig akar csábítani minket. Jó, csak abban az irányban nem nagyon bótottunk még semmit. Viszont egyre több minden szólít minket arra felé. Akkor tegyük a következőt. Vigyük vissza. Vigyük vissza a kürtöt. Meglátjuk, mit szólnak ugye hozzá.
Arra nem fogok tudni menni. Oksa. Ja, hogy följöttünk ide. Föl is szesztünk a kilátóhoz. Csak hogy legyen mit kinézni. Szerintem turisztikai látványosság is lehetne. Azt hiszem, hogy most én vagyok a vaksi, hogy nem látom. Ezzel vissza kimegyek. Kösz, hogy így elbújtál. A kő megért, tényleg. You have now passed all the trials. Come with me. It is time for us to recognize you formally as Dragonborn. Jó, akkor ismeretek el. Menjünk. Tudjuk le ezt is. Final word of unrelenting force. Da, which means push. Da. With all three words together, this shout is much more powerful. Use it wisely. Speak to you. Stand between us and prepare yourself. Few can withstand the unbridled voice of the Greybeard. Yeah, I'll go in középre. I'm ready. Oi, oi. Hey. Okay. Mert megmondom, hogy nem állok középre. Én is értek. Szerintem meg vagyunk, ugye? You have tasted the voice of the Greybeards and passed through unscathed. High Hrothgar is open to you. Akkor lehet, hogy fel tudunk menni ott, ahol az előbb. Csak kíváncsi vagyok. Hát nem.
Nem jó. Egyébként most mibe haltunk bele? Na nem vagyunk arra. Training proceeds well. We spoke the traditional words of greeting to a dragonborn who has accepted our guidance. The same words were used to greet the young Talos when he came to High Hrothgar, before he became the Emperor Tiber Septim. Ah, I sometimes forget you are not versed in the dragon tongue as we are. This is a rough. Na, végre megtudjuk, akkor mit mondott. Long has the storm crown languished, with no worthy brow to sit upon. By our breath, we bestow it now to you, in the name of Kine, in the name of Shore, and in the name of Atmora Ahol. You are Ysmir now, the Dragon of the North. Hearken to it. No doubt. The appearance of a dragonborn of this time is not an accident. Your destiny is surely bound up with the return of the dragons. You should focus on honing your voice, and soon your path will be made clear. You have learned so much already, dragonborn. Growing your gift too quickly would be dangerous. But there are many words of power in Skyrim. Carved in the dragon tongue. Even from here, we can feel the thum resonate from them. Finding these lost words would be a sufficient test to temper your abilities with experience. Ask when you are ready to search. We have felt the whisper of a word. Give me your map and I will show you where its echo can be found. Na, bejelölt nekünk egyet. Ez igazán kedves. Sky, guard you. Legyalogolni a hegyről, mert ahhoz azért lusták vagyunk. És ez még ide tartozik. Ez egy ihar falvai küldetés. Viszont minden más erre a területre koncentrálódik. Tökre látszik, hogy ebbe az irányba próbál minket taszigálni a játék. És amikor elgondolkodunk, hogy még elgondolkodunk azon, hogy elutazunk ide.
elutazzunk ide. Fagyos éjszakra, hűvös szelek, jeges szelek völgyébe. Azt a mindent banyek. Hát itt semmi más nincsen, csak hó és hó és hó. Várjátok, arra viszont van egy medve, vagy egy barlang. Nem, egy troll. Erre meg a barlangot. Jaj, mindjárt leesünk. Tűzlabdával pusztítani el egy farkast. Lehet, hogy ez egy picit erős volt, nem? Találjuk már meg itt azt a barlangot. Tudom, a másikba kellene lemenni. De most már ezt hiszem. Igen, hol vagy? Értem, arra fele van a sárkány. Akit el kéne pusztítanom, ugye közösen. De most ide bepottyanunk előbb. Azt nem mondod, hogy egyedül pottyantam be. És drága jó barátnénk az elmaradt valahol. Na, ott jön, jó van. Követőkkel mindig annyit kell küzdeni. Érdekes barlang ez. Kik hagyták ki? Még a tűz felelőtlenül itt hagyták, nincs itt senki. Kívül azt a ládát ott, amit azért megnézünk, hogyha így nem bepottyanunk. Ezt egy bandita próbálta megőrizni. Tele vagyunk halott banditákkal. Ilyenkor mindig csak az a kérdés, mi végzett velük? És vajon tudni akarom-e, hogy mi végzett velük? Farmeron a drágok farmeron megint. Sejthettem volna a kinti sátorból.
Egy igen érdekes törperom rendszerben vagyunk. Jó, arra inkább nem lépnék rá. Menjünk erre lefelé. Benyomtuk. Ott a hullája, oda esett le. Mindjárt itt. Ops! Amikor Bélánknak elege lesz mindenből is bepöccen. És véletlenül fölvesz hülyeséget. Szerintem az egy fegyver volt. Nem. Kis formáladrágon kardjára nincs szükség. Annál több szükség van arra, hogy tovább menjünk erre. Oldalba vágtuk. Mondom, nem tudom, mi van, ami Bélánka, mert most úgy nagyon szereti a látványos befejezéseket. Ilyenkor tovább osonunk, hát... Hagyj ilyen az osonás. Ennyire romos törpe részeggel talán még sose találkoztunk egyébként. De lehet, hogy... Ó, figyelj, az most köd. Ez így nem jó. Nem leszünk jóba, öreg anyám. Továbbra is. Nyomja belénk. Hát... Oké, ez az árnyékmester, ez azért itten. De nagyon birizgál minket.
láncvillámbot, amikor tovább tering a varázs. Ups. X-rib templomába. Skrip, 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 skrip. Ezek a kimondhatatlan nehevű helyek. Mondom, ez itt éjszakon nagyon törpe föld. Rengeteg törpe romot találunk. Jaj, én ezt nem akarom. Ojjaj! De nem jó a baj. Hát nézzenek már oda. Szeretném tudni, hogy hol az Istenben van az én csajszín. Kedves őrző-védő szolgálatom. Hát tök mindegy, hol van, én megszívtam. Genyó. Ez egy nagyon genyóka. Engem PC-zett ki, úgyhogy veszünk egy fagy ellenállást, mert nagyon az a próbálkozik. És tudtam, ez a kettő
ezzel a bogárral, ezt nagyon-nagyon nem szeretem ezt a bogarat. Ez nekem megfelelő. Nem tudom, hogy ez most haladó vagy szakértő egyébként. És lehet, hogy akkor így most pindurkát. Beavatott szintűek. Kevesebbet fogyasztok nekünk, jó. De tudom, hogy ez a kis genyóka meg villámmal próbálkozik. Lesz. Jó, kellene egy kis ital, hogy gyógyuljunk is. Oké, varázserőröm még. És megérné itt egy nyomni egy X-évet. Áram! És fagyott, fagysebzés. Igazán összetett. Összetámadás volt a kis genyótól és farmertől. Földművestől. Na ez már, ez itt mi? Csak egy útjelző. Minden semmiség.
Opa! Vésznák ezek. Kis gnomgenyók. Annyira veszélyesek egyébként. Meg nem fagynak így félpucéran a fagybarlangban. Te ránk ugornak titokba, és... Ojjajajajajaj... Milyen helyszín ez! Wow! Maszkál fönt! Aha! Nagyon jó, hogy följebb nyomtuk. Elképzelhető, hogy az ellenfelet már az elképzelt szintünkhöz állítja be a rendszer, mármint a meglépett szintünkhöz, de ha mi még nem húztuk föl magunkat arra, azaz nem állítottunk be mindenfélét, hogy jó legyen, tehát képességeinket, akkor szívunk, mert gyengék vagyunk az adott helyzethez. Hoppá! Hoppá! Előttük. Még van valaki? Te merre futottál le? Arra, ott lent. Hoppa, a lába fennakadt ide fönt. Valami nagyon világít. Megnézzük, mi világított. Egy láda van benne. Egy hasznos láda volt, meg kell mondjam. De olyan vicces, nem ki játszunk Skyrimben, én koszorúba szépen. Jön a fagyos pillanató. És közben ide-haza, meg 40 fok. Na.
Öreg anyám, te ne varázsolgass se. Jó? Fogd vissza magadat. Van az, hogy te csak így jössz, és akkor... és egy ilyen szivatott minket. Fagyasztás tört buzogánya. Erre jó, csak nekünk. Ezt még talán elvisszük. És ha nem csal a szimatom, akkor ezzel fogunk följutni. Kis patintjuk az ajtóra tesz. És akkor erre kijutunk. Az az igazság, hogy oda le nem találtunk semmit. De minden esetre csak kemény ellenfeleket. De legalább ezt is felfedeztük. És a szomorú szemű lóba nézett. De kellene lejjebb jutnunk. Majd foglalkozunk a sárkánnyal is, de nem most. Arra még gyúrunk hozzá. Ja, ez a Yeti, amit mi nyomtunk el. Semmit nem látunk itt a hómezőknél. Hópuszkák, mint a sivatagban, csak hópor. Ezek egy kicsit az ilyen jeges hópuszkák. Azt hiszem, hogy a gleccsereknél, mikor válik le. Ó, Istenem, Gizikém, gyere szépen, mert nem szeretnék úgy járni, hogy hogy aztán nem is látunk semmit. Hű, gyerekek!
Mm-hmm. Na, ez az a jó, semmit nem látom. Viszont zavar, hogy ott van valami. Igen, és hogy nem fedeztük föl. Hogy a térképre nem helyeztük be, hogy üresen maradtak térkép részletek erre felé. Jézusom! Tehát itt bármikor meghalhatunk, hogy leesünk. Világít a torony. Igen. Igen, szerintem már találkoztunk. Lerúgtuk a pitlibe. Aztán. És az a szúrtokok. Lejutunk a tengerhez? De hát. Az lesz ott szembe. Ott van valami. Nem, ott fönt. Ott fönt van valami. De ott is van valami. Igen, mert itt hajnalcsillagban voltunk, de ebbe az irányban nem jöttünk el nagyon. Véletlenül erre, itt elkalandozgattunk azért. De igen, hogy gyanúsan üres itt a térkép. Aha, és ott látszódik rajta is azok az épületek. Nem akar megtámadni, csak itt megy át. Biztos, hogy jó ötlet ilyeneket felfedezgetni. Thank you.
hogy itt menj be. Aha. Most már benézünk. Ha most már itt vagyunk, akkor benézünk. Csak visszakeveredtünk az északi részre. Fagyos barlangokba. Az élőoltakat egy fokkal jobban kedvelem, mint a nyomi. Akiket előbb találkoztunk a farmán, a drágokat. Szellem. Time to end it. Oké. Ezek itt most nagyon, de nagyon megtámadta. Oké, egy szellemmel kevesebb. Ezek itt most nagyon, de nagyon beindultak ránk. Jó, nem mentünk még, mert nem tudjuk, hogy mi történt Gizivel. Csak azt tudjuk, hogy mi most jelen pillanatban egy kicsit megúsztuk. Jó lenne, ha Gizi is megúszná. Félek, hogy nagy a csönd. Jön! Jöjjön! Hogy az előbb nem mentettünk egyet. Yeah.
hiba, mert félek, hogy... Igen, ezért. Ezért volt hiba. Bármennyire is legyőztük őket. Gizi meghúlt. Ezt már nem érte túl. Sok volt neki. Én lazán megint elfelejtkeztem a kiáltásról. Ez ilyenkor, ugye nem akarod azt mondani, hogy az én tűzlabdám nyírta ki. Thank you.
Nem menjünk arra tovább, mert erre is vannak ám. Ez érdekes egy helyszín. Jó, köszönjük a térképet. Ezt sikerült jól megalkotni megint. Pedig pont inni akartam. Jó, ezt utálom, amikor ezt a bugot hozza. Belassít. Szedd össze magad, jó? Ez nem mehet tovább. Te vagy az én testőröm, nem én a tied. Nem azért vagy, hogy én vigyázzak rá, hanem te vigyázol rá? Tényleg itt azért jöttünk ide, mert itt minden kihull, csak szellem, és semmi nincsen. Én meg küzdöttem, mint az állat. Azt a piszkos fantáziáját neki. Ó, szeret meg Arondi naplóit. Egy. Egy napló megvan. Mutat egy másikat. Akkor mi csak regenerálódjunk és közben mentsünk. Jó. Bűzölőnek a szellem maradványok. Oldalsó bájat lesz.
hogy az egészségi tukla az jól jön. Az Ácsi bácsi. Na várj csak, ez itt kinyílik. Ha megtaláljuk a módját. Én itt nem látok semmi nyomagombot. Látjuk, hogy lesz lehetőség. És leszedi előttem, nem hagyja meg nekem, hogy én adjam meg az utolsó. Nem hagyja, hogy én csapjam bele az utcsót a fejébe bele oda. Jézusom, ez hullákat gyalázott? A lányok járnak, és közben éhezgeti fel a nőneműeket. Aha. Beteg elme. Nem tudom, hogy lehetem el oda.
Szerencsére a figyelmet sikerült átirányítani kézére. Nem, mert azért próbálunk spórolni előttjükkel. Kis varázsitalok most már nem sokat érnek. Nagyobbakra van szükség. De azokat meg úgy nem adogatják ám úgy minden sarkon. És ott nem. Nem találtuk meg, hogy hogy lehet oda bejutni. Persze nem zárja ki azt, hogy még ez még majd valahol visszafele lesz érdekes. Láttunk már ilyet. Ez itt még mindig csak lefele vezet. Arrondillal végezzünk el, ez olyan beteg elme, hogy az már nem kifejezés. Hogy érezzük azt, hogy itt valami történni fog. Valami big. Jaj, magával a varázslóval futottunk össze. Csókoltatunk. Csókoltatjuk. Oké. És nekünk. Miért guggol és áll be így nyöszörögni? Oké.
Az úgy nem ér. Ez a... Arról nem volt szó, hogy... Arról nem volt szó... Arról nem volt szó... Hogy visszagyógyítod magad, te kis genyó manyó. A kis rohadék. Azt fogjuk csinálni. Találjuk a megoldást rá. Megöltük a csajt. Valahogy pedig véget szükünk vele. Thank you.
ki! Hát így nem lehet. Fogyott. Gyorsan kell a varázserő. De azt nem értem, hogy miért csigáz be Béla? Tehát a menüből visszalépve miért csigáz be Béla? Csaj meg. Megint becsigázott a kis csapó. Hogy belassul ez, miért van? Megkérdeztetem, hogy hova a jó Istenbe mentek el a...
járni, jó? Ajajajaj! Most csak egyet mondj meg, hogy Tizi túlélte. Túléltem! Jól van! És nem ezeket dobálta rám. Ez érdekes volt. Nem tűzlabdázott. Nem akarom elképzelni, mi minden történt ezen az ágyon, jó? És akkor... ott hátul kell lennie az utolsó feljegyzésnek. Már egy ilyen különös drágakövet elviszünk, és ott van. Oké, valakihez vissza kell térnünk ezek szerint, és ezeket a naplókat majd el kell vinnem. Hát, mit ne mondjak, ez elég beteg. Elég beteg, most erre vajon kijutunk-e? Nézd meg, mennyi északi Breton. Ezeknek nevei vannak. Ez olyan is fő. Olyan ismerős volt, hogy én itt lementem, és valakikkel találkoztam, akiknek nevei voltak. És nem. De azt, ahogy sejtettük, a túloldalról itt tudunk kinyitni. Ugye néztük, hogy ott vajon az hogy nyílik? Sehogy nem nyílt. Úgy nyílt, hogy erre fele, és akkor mehetünk vissza. Na, kimegyünk a barlangból, mentünk egyet, és elmegyünk alukálni. Legyen mindenki jó, élvezzétek az életet, megjátszatok sokat, megnézzétek vissza a videókat, hogyha úgy elvagytok,
Ha már unjátok a Skyrim-et, találtok a YouTube-on az archív részben számos más végigjátszást. Ha érdekel, hogy hogy éltem meg, kicsit szövegeset, szándékosan, röviden el is olvashatjuk a blogon, és ha gondoljátok, várolok benneteket, illetve várok mindenkitől ügyes, jópofa tanácsokat, és mi egymást, tehát beszéljünk az aktuális játékról, meg akár másról is a Discordon. Na! Pusszantás mindenkinek!